A Szórokaténusz Játékmúzeum és műhely is csatlakozott az Én Városházám a Tiéd a Miénk című programsorozathoz. A Szecesszió világnapja alkalmából június 10-én megnyílik a Grabóka Szecessziós kincse Grabovecki Leon játékműhelyéből című időszaki kiállítása az intézményben. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most Bognár Gabrielával a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely osztályvezetőjével. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét. Hogyan csatlakozik, csatlakozott a Szórakaténusz a Városi Ünnepség sorozathoz? Hogyan kapcsolódik be? A Városi Ünnepség sorozathoz két nagyobb rendezvényhez lehetett kapcsolódni. Ugye az egyik volt múlt hétvégén a Nemzeti Összetartozás napja, a másik pedig most hétvégén a Szecesszió napja. Miután a játékgyűjteményben egy gyönyörű szecessziós játékészítő műhelynek a tervrajzai és az elkészített játékai találhatók, Graboviecki Leon munkái, ezért úgy gondoltunk, hogy mi most ezzel kapcsolódnánk ehhez a programhoz. Mit kell tudni a, a kiállítóról, illetve az ő munkáiról, erről a kiállításról? Graboviecki Leon egy rajztanár volt tulajdonképpen, Ugye a nevéből is látszik, hogy részben uh, lengyel származású, édesapja lengyel volt, édesanyja pedig uh, erdélyi származású, magyar. Uh, részben egyébként, miután édesanyja meghalt, a nagymamánál nevelkedett zilahon, kint Erdélyben, és itt uh, kint készültek az első munkái is, szamos Szamosújváron. A gyönyörű uh, szecessziós rajzaiból és terveiből készültek az első munkái, és aztán Budapesten tanított rajztanárként, és itt alapította meg azt a műhelyt, euh, amiből aztán egy, egy iparművész segítségével, Bód László iparművész segítségével, ahol elkészültek ezek a, a játékok. Tehát ezek szecessziós játékok? Szecessziós korabeli játékok? Igen, euh, a, főleg a legelsőeken látszik nagyon szépen a terveken is, aki eljön a kiállításban, megnézheti. Az állandó kiállításban is vannak egyébként már grabóka játékok. A grabóka egyébként a márka neve tulajdonképpen uh -huh. ezeknek a játékoknak. Tehát már ott is vannak tervrajzok is, és, és elkészített játékok. Most ebben a kiállításban pedig a szép szecessziós tervrajzaiból láthatunk majd egy válogatást. A szecesszió rajta hagy, hagyta a kéznyomát mind a tervrajzokon, mind a játékokon. Hogyan állt össze ez a gyűjtemény? a gyűjteménynek az összeállítása, illetve a feldolgozása a korábbi intézményvezető, illetve osztályvezető Kalmár Ágnes művészettörténész kezenyomát dicséri, és az ő munkáját dicséri, hiszen ő gyűjtötte össze ezeket, ő dolgozta föl, ő foglalkozott Grabovieckile a munkásságával. Mi csak abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amit ő előkészített, most kiállíthatjuk. Tehát most érett be az ő munkája. Egyébként a szecessziós játékok, illetve a szecessziós játéktervek mennyire lehetnek érdekesek egy mai gyereknek, vagy egy felnőttnek? Nagyon érdekes, mert Grabovietszki Leon, ugye itt a, az első világháború után vagyunk, főleg De. amikor ezek elkészültek ezek a munkák, és tulajdonképpen ő egy ilyen menekülésnek is gondolta ezeket. Tehát egy olyan szép játékvilágot, egy olyan mesevilágot szeretett volna teremteni a játékaival a gyerekeknek, ami ebből a elég nyomasztó környezetből és helyzetből kihúzza a gyerekeket, és valóban tehát a pöttyemberkéje, vagy a, a madárháton lovagló emberkéje, vagy a, vagy a különféle nyusziai és egyéb játékai mind-mind olyan mesevilágot tudnak teremteni a gyerekeknek, a ki, ami a mai gyerekek számára is szép és élvezetes, hiszen ezek nagyon szép, kidolgozott, kézműves játékok, tehát nem ezért is nem tudott nagy üzemben gyártani. Uh -huh. Tehát ezek kézikészítésű iparművészeti játékok tulajdonképpen, tehát szép a szemnek, szép a léleknek. Lehet azt tudni egyébként, hogy hány darab mennyi lelhető fel ezekből még így napjainkban? Hát nagyon kevés. Mert hogy eleve kevés készült, akkor... Kevés maradt is meg. Ö, igen, és ö, ugye ezek fából készült játékok, ö, amik ugye ö, festve vannak, és hát ö, nagyon sokat ö, Kalmár Ágnes is úgy talált meg, hogy már ö, már rossz állapotban voltak, és ö, hát talán nem tudom, hogy lehet-e még megtalálni őket, nagyon nehezen én azt gondolom, most már nem nagyon... Térjünk vissza akkor a kiállításhoz, illetve a kiállítás megnyitójához. Szombaton lesz. Milyen programokkal készülnek a megnyitóra? A megnyitóhoz kapcsolódik majd egy mese, hiszen Szóra Katénusz játékmúzeum nem telhet el gyerekprogramok nélkül, úgyhogy egy interaktív mese a Táltos Kecske címmel kerül előadásra, Tasi Lilla mesemondó segítségével Ő egy interaktív mesét indít, és aztán egy ez a tártos kecske megelevenedhet a gyerekek keze nyomán, hiszen a kézműves műhelyünkben elkészíthetik ezt a tátos kecskét, ami pedig Grabowiecki Leon egyik terrajza alapján készül majd el. Azt hozzá kell tennem, hogy ezek a játékok, a Grabuka játékok mind mozgatható figurák voltak, így ilyen mozgatható bábuk készül majd el a műhelyben és aztán lesz itt még óriás kifestő, grabóka, párkereső játék, tehát egész nap lehet játékot találni. Délután pedig lesz egy előadás, Kelle Antal és Majercsi Krisztina fog előadást tartani, ők egy olyan házas pár, akik a Játék Annó című boltnak a, a, tulajdonosai, tehát régi játékokkal foglalkoznak, és a grabóka játékoknak a felújításával, illetve ö, azoknak az újraalkotásával is foglalkoznak, úgyhogy akit érdekel, hoznak kézbe vehető ö, játék játékmásolatokat, ilyen grabóka játékmásolatokat, úgyhogy ki is lehet próbálni, játszani lehet ezekkel a Szambaton játékokat. mikor kezdenek, mikor... Kezdenek. Ez, egy egész napos program, a, a mese az 10 óra 30-kor kezdődik, és ez a délutáni program pedig 15 órakor kezdődik. És milyen korosztály ez, akinek ez érdekes lehet, kinek ajánlja? Hát a táltos kecskét és a bábkészítést egészen kicsi oviskortól kezdve én azt gondolom, hogy ajánlom az egypötnyi szecesziú pöttyemberke és társai című előadást, inkább már a nagyobb bacskák, illetve a felnőtt érdeklődők számára ajánlom. Tehát egész nap látogatható a játékműhely, és egész nap lesznek programok is. Kell-e előre regisztrálni, vagy, vagy, milyen módja van, mik a mikor gyakorlati tudnivalók a részvételnek? Nincs előzetes regisztráció, viszont egy programot elfelejtettem. Van egy keresőjátékunk is, egy nyomozó játékunk is. Mi a Manó címmel, nem lövöm le a point, de egy ö, grabóka játékot és annak a nevét kell majd megtalálni a kiállításban. Tehát szombaton várnak mindenkit, és akkor nem kell előre regisztrálni. Nem kell regisztrálni, szeretettel várunk mindenkit 10 órától. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, Nagyon hogy szívesen. Itt vagy.